Tizedik alkalommal nyitották meg a Magyar Fotóművészek Világszövetsége által szervezett kisújszállási fotókiállítást. Új belépő tagként köszöntötték Péli Lászlót és Prauda Miklóst, a Dabasi Fotóklub Egyesület tagjait. Egy szép nyári napon kaptam egy e-mailt, és ebben az e-mailben az állt, hogy figyelemmel kísért a Magyar Fotóművészek Világszövetsége az én tevékenységemet, illetve Péli Laciét is, és hogy abban azt írták, hogy ha egyetértek az alapszabályba, a szabályzatban rögzítettekkel, akkor szívesen látnának a tagjaik között. Úgyhogy nagyon örültem a felkérésnek, így aztán beadtam a portfóliót, amit elfogadtak, és hát most már tagjaik között tudhatom magam. Mit lehet tudni erről a szövetségről, kik a tagjai? Hát a szövetség igazából nagyon neves fotósokból áll, mivel mindegyik fotóst úgy válogatják össze, hogy a tevékenységük alapján szűrik ki magyarul a jó fotósokat. A tagok között 120 embert számláltam meg most. Igen, neves fotósok vannak közöttük, mint Papelek is. Úgyhogy a színejava ott található a szövetségben. És a belépésetek az hogyan zajlott le? Kisújszállásra kaptatok meghívást egy kiállításra, ott mi történt? Igen, kisújszálláson volt a megnyitónk. Ott mind a 10 embert, akit fölvettek az idén, egy mindenkitől 3 képet állítottak ki. Annyit állíthattunk ki. Ott Fazekas Sándor, a vidékfejlesztési miniszter nyitotta meg a fotókiállítást. Gyakorlatilag elég sokan összejöttünk, úgyhogy egy szép kis megnyitó kerekedett ebből. A vendégeket Kui János, a kisújszállási Kumánia Gyógyfürdő Kft. Ügyvezető igazgatója köszöntötte, valamint beszédet mondott dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. Ez egyfajta pezsgést jelent, odafigyelést, egyfajta minőséget, magyar minőséget. És én örülök annak, hogy itt kisújszálláson, így már 10. alkalommal a galéria egy kiállítással örvendezheti meg az itt élőket és az ide látogatókat. És azokat, akik távolabbról vagy közelebbről, mint én, érkezek ide a városba. Úgyhogy én gratulálok ehhez a kezdeményezéshez. Bízom benne, hogy tudom segíteni a jövőben, hogyha bármiben közreműködhetek, akkor állok rendelkezésre, és kívánom azt, hogy sok ilyen kiállítás legyen, és ami nagyon fontos, hogy sok érdeklődő, néző, látogató nyerjen kellemes pillanatokat, maradandó benyomást itt a kiállított fotókra. Mi lesz majd ennek a folytatása? Most azt, hogy tagok lettetek, ennek milyen következményei lesznek? Igen, hát most a szövetség egy könyvet fog kiadni, ahol mindenki kap 2 oldalt, 2 vagy 5 képpel lehet benevezni ebbe az albumba, vagy könyvbe, és hát ez majd meg fog jelenni szerintem december vége felé, és hát gondolom, hogy nagyon szép képek lesznek a könyvben, úgyhogy várom már, hogy megjelenjen. Ezen kívül, a kiadványon kívül milyen más kötelezettségeitek lesznek még? Igen, hát a szövetség az meghatározza, hogy pályázatokon kell részt venni, illetve fotókiállításokon is, azt hiszem 5 fotókiállítást kell egy évben megrendezni, vagy részt venni, akár egyedül, akár társakkal, illetve hát folyamatosan pályázatokon részt venni, és azokon azért eredményesen szerepelni, hogy a színvonal azért ne csökkenjen. A kiállítást dr. Patrus Sándor, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének elnöke nyitotta meg. Ez a kiállítás most az új belépők kiállításáról szól. Minden évben 2-szer van felvételi a Magyar Fotósok Világszövetségbe, elnökség döntése alapján portfóliót adnak be, életrajzot adnak be, és az alapján döntjük el, hogy kiket veszünk fel a Világszövetségbe. Akik most ki vannak állítva, az a 10 fotós, és aki majd szerepel a diavetítőn, ezek csak itt a Fotoművészek Világszövetségében új tagok. Mindegyik szinte részt vesz évek óta, és nagyon nagy eredményekkel, nagyon szép eredményekkel vesznek részt a hazai és a nemzetközi fotográfiai közéletben. Nagyon sok, nagyon szép eredményeik vannak, külföldi, nemzetközi diplomájuk vannak, úgyhogy én személy szerint nagyon örülök, hogy ezt a 10 tag erősíti, és ezzel a 10 taggal bővült a szövetség.